A nagyvárosokban komoly szervezést igényel a napokban utcára került karácsonyfák nagy mennyiségének elszállítása, újrahasznosítása. Kassán a lakótelepek konténerei mellé elhelyezett fákat összegyűjtik és komposztálják. Naponta átlagosan 1 tonna rakományt szállítanak el a koszik munkásai a lakótelepekről. Én támogatom azt, hogy mindenkinek legyen otthon élő karácsonyfája, mert nagyon szép, és nekem például tégl is van, de hogyha karácsony után leszedem a díszeket, ki tudom hozni ide a kuka mellé, és újra tudják hasznosítani. A díszeitől eltávolított karácsonyfákat a Bernátfalvai komposztáló telepre szállítják. A környezetvédelmet elősegítő akció Vízkereszt ünnepe után vette kezdetét. Célunk a lakótelepek konténerei körüli tisztaság megőrzése. Az akció előreláthatóan február végéig tarthat, de szükség esetén meghosszabbítjuk. Arra kérjük a lakosságot, hogy a fákat teljesen tisztítsák meg, ne hagyjanak rajta semmilyen üvegdíszt. Tavaly 40 tonna fát gyűjtöttünk össze, idén ugyanilyen mennyiségre számítunk, mondja az osztályvezető. Az ünnepek után több nagyváros elégeti az utcára került karácsonyfákat. Kassán 2011-től a korszerű komposztáló telepen dolgozzák fel a biohulladékot, melynek a későbbiekben kertészek és mezőgazdászok veszik hasznát.